Gálaműsort rendeztek Dombóváron. A rendezvényen az Életfona Családos Egyesület köszöntötte az önkénteseket. A család és a gyermekek jelentik a jövőt, mondta Pintér Szilárd, Dombóvár polgármester. És azt mondom, hogy nagyon fontos ez az üzenet, amit ők magukba hordoznak, és érmére alakultak és Dombóváron is vannak. Azt gondolom, hogy a jövőnk záloga az a gyerek, és a nagycsaládosokat kell tudnunk kezelni. Az, hogy ők erre még szerveződtek is, és alulrévő kezdeményezésre civilként megjelentek a város életébe, ez is egy üdvözítő gondolat volt. Az önkéntesség világunkban nagy mértékben fontos, mondta Kardosné Gyurkó Katalin, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke. Több mint 1500-2000 önkéntes dolgozik évente a családokért, úgy, hogy maguknak is nagy családjuk van. És azt gondolom, hogy az egyik legszebb ünnepünk az, amikor megköszönjük nekik a munkáját. Minden évben más-más egyesület vállalja ennek az ünnepségnek a megszervezését. Most itt a helyszínen 16 településről mintegy 60 önkéntesnek köszönjük meg a munkáját. A rendezvényen több csoport is fellépett, a napot ebéddel zárták.